Mi azt a felkérést kaptuk, ami egy picit fura volt nekünk, a megszokáshoz képest, hogy egy már megalkotott programot egyszerűen csak mérjünk be, úgymond tudományos módszerekkel. Ugye ezt a jogához nálunk jobban, sokkal jobban értők alkották meg és kivitelezték, úgyhogy végül is nekünk a tudományos méréseket kellett végrehajtani megfelelő precizitással és módszertannal, és tudományos cikkeket kellett, illetve kell írni, tehát ezt vállaltuk tulajdonképpen a program során. A tudományos rész az némi galibákat okozott, ugye plusz kontrollcsoportokra van mindig szükség, randomizálni kell a résztvevőket, úgyhogy ezúton is köszönném a mindenkinek a megértését ebben a folyamatban, ez egyszerűen szükséges ahhoz, hogy utána értsük, hogy mi történt. Alapvetően kétféle mérést végeztünk el, az egyik az fizikai mérések voltak, műszeres mérések, a másik pedig kérdőívekkel végrehajtott pszichológiai mérések. Tehát mielőtt elkezdeném ugye mutogatni csak úgy a grafikonokat, némi magyarázat, ugye mindig két csoportunk volt, van egy jóga csoport, akik átesnek az intervención, és van egy úgynevezett kontrollcsoport, akik úgymond nem csinálnak semmit, de velük is sok minden változás történik, évszakos változások, egyebek befolyásolják ezeket, ugye a hangulatunk javul, viszont hajlamosabbak vagyunk a hízásra, és a többi időnként. Úgyhogy mindig fontos, hogy legyen két csoportunk. Mindig két mérés volt a jóga intervention beavatkozás vagy program előtt és után, és a pontok jelentik a csoportnak az átlagát, és ezek a vonalak alatt, a fölötte pedig az úgynevezett konfidencia intervallumok, amik a mérésnek a bizonytalanságát mutatják. Ezen az ábrán a nyugalmi szívfrekvencia és a szívfrekvencia variabilitásnak a változása látható. Ez statisztikailag nem volt szignifikáns. Ennek a fő oka, két fő oka lehet, az egyik, amit az angolban is említettem, a másikra majd visszatérünk a végén, hogy egyszerűen 3 hónap alatt nem lehet ezekben a mutatókban jelentős változást elérni. Ugyanez igaz a vérnyomásra is. Szépen lehet látni, hogy valami okból, ezt nem értjük, hogy miért, de tehát a kontrollcsoportnak is valamennyit csökkent a vérnyomása. Csak minden miatt lehet, ezért van kontrollcsoport. És semmiképpen nem ért, itt egyáltalán nem volt különbség a kettő között. Megint csak azt mondanám, hogy 3 hónap az túl rövid ilyesmihez. A következő változó csoportunk azok az úgynevezett testösszetétel változók, testtömeg, a testzsír százalék, illetve a testizom összizom tömege, és ezek ebből a háromból a középső, a testzsír százalék volt, ami szignifikáns csökkenést mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Ez részben lehet a mozgás hatása, de részben lehet a táplálkozási változások hatása is. Az előző grafikonon ugye a vállaknak a flexibilitását, talán emlékeztek a mérésre, és ez pedig a jobbra-balra hajlás. Egyiknek az esetében sem volt szignifikáns különbség a kontrollcsoporthoz képest. A következő két mérés, az első az mindig egy flexibilitás teszt, az úgynevezett előrehajlás teszt, amiben a jóga csoport szignifikáns javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. A második pedig biztos emlékeztek, ezt én mértem, amikor itt voltam, ez a Planck teszt, ami a core izomzatnak az erősségét mutatja, és itt is egy jelentős, tehát hogyha számokat nézzük, egy jelentős javulás történt. Mértük a markolásnak az erejét is egy külön eszközzel, mert ez egy jó mutatója a testi erőnek általában. Ebben a tekintetben nem változott a jóga csoport a kontrollcsoporthoz képest. Mértük a úgynevezett statikus egyensúlyt egy speciális eszközzel, többféle teszttel, csukott szemmel, szivacsonálva, emlékeztek rá, ez sem volt egy egyszerű teszt,
És megint csak itt azt kaptuk, hogy a két csoport között nem volt jelentős, statisztikailag jelentős a különbség. Szóval, ahogy azt láttuk, az élettani változóknak csak egy kis része változott, ennek a fő oka az lehet, hogy 3 hónap az nagyon rövid, és ez egy nagyon jó dolog, hogy egy teljesen kezdőknek, és nem 15 vagy 18 éveseknek tervezett intervencióban vigyázunk arra, hogy ne legyen túl nagy a fizikai terhelés, mert könnyen sérülhetnek a résztvevők, akár hosszú távú negatív következményei is lehetnek, tehát ez mindig egy ilyen trade-off. Én azt gondolom, hogy egy-két évig, ha valaki folytatja ezt a programot, akkor úgy, hogy meg lett tervezve, akkor fog tapasztalni változásokat mondjuk a vérnyomásában, vagy a nyugalmi szívfrekvenciájában is. Amikor elkezdtünk gondolkodni, mit mérjünk, akkor néhány olyan kategóriát választottunk, amiben amiknek a tekintetében azt gondoltuk, hogy jó a változás, vagy hát ez a projekt változást hozhat. Az egyik a stresszel kapcsolatos, készlésstresszel kapcsolatos dolgok, spiritualitás, testi tudatosságnak a különböző aspektusai, és végül pedig a jólétnek a különböző aspektusai. Tehát az első két dolog, amit mértünk, azok a stresszel kapcsolatos változók. Az elsőt negatív affektivitásnak hívjuk, és ez egy gyűjtő fogalom a különböző kellemetlen, averzív lelki állapotokra, mint depresszió, szorongás, harag és egyebek. Ez szignifikánsan csökkent a jóga csoportban a kontrollcsoporthoz képest, míg az észlelt stressz pedig az ilyen szép tankönyvi ábra lehet, hogy a kontrollcsoport esetében nagyjából ugyan változatlan maradt, míg a jóga csoport esetében jelentős mértékben lecsökkent. És hát egy ugyanilyen pozitív változás a spiritualitás vonatkozásában, ugye itt a növekedés a jó, és azt látjuk, hogy a kontrollcsoport szinte pontosan ugyanazon a szinten maradt, míg a jóga csoportnak a spiritualitása pedig megnőtt. Hát összesen 8 olyan változónk volt, amik a testi tudatossághoz kapcsolódnak. Ezeket így nem gondolom, hogy részletesen meg kellene beszélni, túl belemennénk a szakmai részletekbe. A lényeg annyi, hogy ezeknek a nagy része pozitív irányba változott. Általában javult a jóga intervenció hatására a kontrollcsoporthoz képest. Pár dolog, amit érdemes lenne kiemelni, az úgynevezett figyelemszabályozás skála, ami azt mutatja, hogy valaki mennyire képes a figyelmét a testi dolgokra irányítani. Ugye ez a jóga tréningnek egy fontos része. Amikor döntéseket hoz, akkor mennyire figyel oda úgymond a testének az üzeneteire, a preferenciáira, mennyire szeretné ezt, vagy nem szeretné, és mennyire bízik ezekben az üzenetekben, ezekben a vonatkozásokban pozitív változásokat, statisztikailag szignifikáns pozitív változásokat mértünk. És az utolsó két változónk, azok a jóléttel kapcsolatos változók voltak, az élettel való elégedettség, illetve a pozitív affektivitás, ami megint csak egy gyűjtőfogalma. Gyűjtőfogalma, ami magában foglal mindenféle kíváncsiság, nyitottság, örömmel kapcsolatos belső élményeket. Ennek a két változónak a tekintetében nem mértünk szignifikáns változást a két csoport között. A pszichológiai mérésekkel kapcsolatos konklúziók, ugye itt a mért változók nagy része változott, javult, mindegyik a jó irányba változott, amelyik változott. Különösen a stresszel és a spiritualitással kapcsolatos, illetve a testi tudatossággal kapcsolatos változók, aminek én azt gondolom az van a hátterében, hogy ez az intervenció, az egész projekt az nagy hangsúlyt fektetett, ugye a klubfoglalkozások, egyebek, a részben a szociális, részben a spirituális aspektusaira a jogának. És egy picit meglepő is volt, hogy ez ilyen nekem a más vizsgálatok ismeretében, hogy ez ilyen markánsan tud változni.
milyen végső következtetést tudunk levonni. Ez egy nagyon jól megtervezett program. Elsőre lehetetlen tökéletes projektet, programot csinálni. Bármilyen műfajban javítani kell, figyelembe lehet venni ezeknek a méréseknek az eredményeit. De még egyszer mondanám, hogy nagyon fontos, hogy fizikailag elsőben ne tereljük túl résztvevőket. Évekig tart az, mire valakinek a teste kicsit megszokja az újfajta terhelést, átáll, és el lehet érni egy magasabb fizikai terhelési szintet. Szintén vállaltuk, ugye, hogy két tudományos cikket írunk ebből, az egyik az teljesen kész van, azt valószínűleg ezen a, vagy a következő héten beküldjük, és akkor elindul az értékelési folyamat, a másodikat pedig január folyamán fogjuk véglegesíteni. És végül szeretnék köszönetet mondani egyrészt a kutatócsoport résztvevőinek, akik eljöttek szombatonként, és elvégezték mindazt a mérést, meg a eszközök szállítását, és mindent, ami ehhez szükséges volt. Szeretnék Bora Szilviának köszönetet mondani a sokféle hozzájárulásért, mint sportorvos, mint táplálkozási szakértő, és végül szeretnék köszönetet mondani Csongornak és Ágotának azért, hogy elfogadták, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy jó méréseket végezzünk, és a klassz kajákért is. Köszönöm szépen!